Az ACR Negundo a zöld juhar, ugye egy, azt mondjuk egy 10-20 méter magasságig megnövő, ugye hát szép nagy fánk. Hát ez sokszor, amikor ugye lent vagyunk a földön, akkor kevésbé érzékeljük, mert ugye ahogy lentről fölfelé nézünk, ugye minden nagynak tűnik, és aztán a 10 méter után olyan valószerűtlen nagyságba megy. Most azonban, hogyha ide picikét így lenézünk, persze csak az, aki nem tériszonyos, akkor ugye azt látjuk, hogy hát jó két emelet magasságban vagyunk, és hát így valahol ennek az ACR Negundónak, ennek a zöld juharnak, hát hogy körülbelül ugye a felénél lehetünk most, jó? Tehát így néz ki az ACR Negundónak, a zöld juharnak a lombkorona szintje. Na most ez nem egy, ugye itt beszéltünk arról, hogy ilyen kéke, tehát zöldes, kékes, hamvas színi ugye a szép szára, ugye ezt ugye itt most is bármilyen magasságban ugye itt vagyunk és ugye láthatjuk, ugye, tehát nagyon szép, erről ugye bárki meg tudja különböztetni ugye ezt a növényt, a levélzete az nagyon szépen belátható, és hát ugye azért innen most még, a másik emelet tetejéről még azért fölnézzük, még azért még mindig látjuk, hogy igazából csak ugye itt indul el a korona, ami még izgalmas, hogy itt egy borostyán ugye befutotta, és sokan szokták azt mondani, hogy hát kérem, amit a borostyán befut, az már halálra van ítélve, no hát kérem, ez itt nem így van, mert azt látjuk, hogy a borostyán és az ACR Negunda, a zöld juhar, ez tökéletesen szépen itt együtt él. Igazából ugye minden kibíró fáról van szó, ez is látszik, hogy egy-két helyen ugye már vissza volt csonkolva ez a zöld juhar, gyakorlatilag itt ennek az intézményi kertnek a szélén ragyogóan megél, fantasztikus lombkoronájával feldobja itt ezt a kis keskeny szakaszt, ugye itt mögötte egy panelházat látunk, valójában tényleg kevés növény az, amelyik ezt a rettenetesen szűk és egyébként hát minden rossz környezeti hatásnak kitett helyet itt elviselni, és mégis egy fantasztikus, hát most, hogyha oda szembenézünk arra a panelházra, azt mondja, hogy első emelet, második emelet, harmadik, negyedik, ötödik, az ötödik emeletig, tehát a 10 emeletes panel tömnek, panelháznak az ötödik emeletig egy óriási nagy zöld tömeget hozott létre ez a növény, és azt gondolom, hogy ezeken a helyeken az ACR Negundo, a zöld juhar, az tökéletes szolgálatot teljesít, hiszen egy ekkora élő felületet alkot, lényegében hát anélkül, hogy itt bárki bármilyen keresztül tevékenységet kifejtett volna vele kapcsolatban. Ha öntözi, akkor ezt igazából talán csak az eső öntözi ezt a növényt, egyébként így szépen köszönjük szépen, és egyedül megvan, és szolgálja az itt élőket.